Törökország. 4 nappal a délkelet-törökországi pusztító erejű földrengések után versenyt futnak az idővel a mentő alakulatok a túlélők romok aluli kiszabadításáért. A helyszínen humanitárius katasztrófa fenyeget. Mesterséges intelligencia. Az idei év nagy szenzációja az önmagát folyamatosan képező beszélgető program. Sokan attól tartanak, hogy ez számos ember munkáját elveheti. Mások szerint az embert nem lehet teljes egészében helyettesíteni. Képzés. A minőségi borkészítés fortéjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők az Arad-hegyaljai borvidéken szervezett képzés sorozat első állomásán. Az őszig tartó képzés sorozatot az Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete szervezi. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Az ukrajnai háború, az unió gazdasági versenyképessége és a migráció képezik az Európai Tanács rendkívül ülésének legfontosabb napirendi pontjait. A találkozón Klaus Johannis államfő képviseli Romániát. Az ülés előtti sajtónyilatkozatában az államelnök a prioritásokról számolt be. Klaus Johannis államfő közölte, hogy az Európai Tanács rendkívüli ülésén meg fogja erősíteni, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. Bejelentette ugyanakkor, hogy a plenáris ülés után szűkkörű megbeszélésekre is sor kerül Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Meg fogom erősíteni, hogy Románia támogatja Ukrajnát. Beszámolok arról a támogatásról is, amelyet a háború első napja óta nyújtunk számára, és közölni fogom, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajnát. Az ukrajnai háború mellett a rendkívüli ülés másik fontos napirendi pontja a gazdasághoz fűződik. Uniós viszonylatban ugyanis egyre többen tartanak attól, hogy az Európai Unió nem fogja tudni megőrizni versenyképességét az egekbe szálló energiaárak, valamint az infláció miatt. Johannis kiemelte, ilyen tekintetben javasolni fogja az országos helyreállítási terv újratárgyalásának a lehetőségét. Ezt a pandémia idején a háború kirobbanása előtt dolgoztuk ki. Azóta sok minden megváltozott, ehhez pedig alkalmazkodnunk kell, fogalmazott. A migrációról beszélve az államfő felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a témát nem szabad összekeverni a schengeni csatlakozás kérdéskörével, jól lehet, egy ország mégis ezt teszi. Johannis ezzel Ausztriára utalt, amely az ülés előtt arra figyelmeztetett, hogy a rendkívüli találkozót követően nagy eséllyel nem fogja elfogadni az Európai Tanácsnak a migrációról szóló jelentését. Újságírói kérdésre válaszolva Johannis kitért a belpolitikára is, és elismerte, hogy valóban vannak problémák Lucian Bode belügyminiszter doktori címével, és ezeket nagyon komolyan kell venni. Meggyőződését fejezte ki, hogy mind a PNL, mind a miniszter megvizsgálják az ügyet és annak politikai hatásait. Bízom benne, hogy legkésőbb a kormányfő cseréig világos döntés születik, fogalmazott Johannis. Óráról órára nő a halálos áldozatok száma a Törökországot és Szíriát hétfőn hajnalban megrázó földrengéseket követően, miközben még mindig hallani segélykiáltásokat a romok alól. A mentést nehezíti a fagyos időjárás, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel. A Törökországot és a Szíriát sújtó hatalmas földrengés halálos áldozatainak száma csütörtök reggelre több mint 16 ezerre emelkedett, és a sérültek száma meghaladta a 63 ezret. A mentési munkálatok folytatódnak, több mint 70 országból, köztük Magyarországról és Romániából is érkeztek mentőegységek, hogy a romok alatt rekedt túlélők után kutassanak. A munkálatokat nagyban megnehezíti és az áldozatok túlélési esélyeit csökkenti a hideg télies időjárás. A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják és időben kimentsék a túlélőket. A magyar mentőegységekkel tartott Novák András az ATV munkatársa is, aki az ottani horrorisztikus állapotokról beszélt híradónknak. Igazán horror és katasztrofális képek vannak, és ugye nem csak maga a látvány, hát nem tudom mennyire lehet látni, itt mögöttem is egy hatalmas, egy 10 emeletes épület tölt össze, és talán azért is kell suttognom, az előbb szóltak, hogy maradjon mindenki csöndbe, leállították a munkagépeket, mert hallottak valamit a törmelékek alatt a speciális kutatómentők. Ez azt jelenti, hogy valaki kopog, vagy valaki beszél, és hát ha túlélő van, akkor ugye megpróbálják a túlélőket kihozni. Ezt a felvételt is ő készítette, amelyen látszik, hogy a magyar egységeknek sikerült egy 5 éves kislányt kimenteni, aki több mint 50 órát volt a romok alatt. Pavelce László, a baptista szeretetszolgálat speciális mentőinek vezetője, könnyeivel küszködve mesélt neki az esetről. Hát ezért a kislányért ugye már több mint 10 órát küzdöttünk,
úgyhogy nem volt meg minden felszerelés, hajtani kellett, hogy meglegyen, összeszedjük. Utasításba kaptuk, hogy hagyjuk itt a helyszínt. A körülmények szörnyűek, az infrastruktúra nagy része odaveszett. Van olyan város, ahol egyáltalán nincs villany és víz, nagyon kevés az élelem és a telefonszolgáltatás is alig működik, számolt be továbbá az ATV munkatársa. Helyi lakosok ezrei a hideg ellenére nem tudnak visszatérni otthonaikba, rögtönzött menedékhelyeken, sátrakban élnek, de sokan a szabad ég alatt vagy autóikban töltik az éjszakákat. Gyakran még azok is, akiknek éppen maradt az otthonuk, mivel újabb utórengésektől tartva nem mernek visszatérni. A félelem miatt ugyanakkor sokan a földrengés sújtotta terület teljes elhagyása mellett döntöttek. Szarvasmarhánként 73 eurós támogatásban részesülhetnek azok a tejtermelő gazdák, akiknek csökkent a bevételük az ukrajnai háború okozta válság miatt. Az intézkedésről a szerdai kormányülésen döntött a Csuka kabinet. A szarvasmarhánkénti 73 eurós euróra azok a gazdák jogosultak, akik legalább 10, hegyvidéken minimum 5 jószágot tartanak. A szarvasmarhák nem lehetnek 12 évnél idősebbek, és kitételként szerepel, hogy a gazdák értékesítették az általuk termelt tejet 2022. augusztus 1-e és december 31-e között, illetve hogy tavaly év végén még megvolt a tehénállományuk 75%-a, ami után állami támogatást kaptak. A támogatást a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség kirendeltségeinél kell kérvényezni. A kormány jóváhagyta a tej- és tejtermék megfigyelő központ létrehozását is, amely a mezőgazdasági minisztérium alárendeltségében működik majd. Ez a struktúra nyomon követi a tehén, bivaj, juh és kecsketej, illetve az ebből készülő termékek piacát, különös tekintettel a termelésre és a kereslet-kínálat egyensúlyára. Ezzel a mechanizmussal gyakorlatilag átültetnek a román jogrendbe a tej- és tejtermékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására vonatkozó több európai előírást. A tej- és tejtermék megfigyelő központ lesz a kapcsolattartó szerv Románia és az Európai Bizottság által létrehozott uniós tejpiaci megfigyelő központ között, tette hozzá a kormány szóvivő. Az Országos Statisztikai Intézet a közelmúltban tette közzé a népszámlálás előzetes adatainak megyei szintű megoszlásait. A Máramaros megyére vonatkozó népszámlálási adatok szerint 29%-kal csökkent a megye összlakossága. A legújabb adatok szerint a megyében élő ukrán nemzetiségűek száma több mint 25 ezer, ami meghaladja a megszámlált és magukat magyaroknak vallók számát. Összehasonlítva a 2011-es népszámlálás eredményeit a friss adatokkal, megállapítható, hogy a megye magyarsága 7,2%-ról 5,7%-ra csökkent. Míg 2011-ben 32.618 magyart számoltak Máramarosban, addig 2021-ben a megyében megszámolt magyarok száma alig haladja meg a 23 ezret. A magyar érdekképviselet vezetői azonban magyar közösségeken belül az utóbbi években elért minőségi eredményekre hívják fel a figyelmet. A máramarosi és főleg a nagybánya és máramaros-szigeti magyarság talán soha nem volt ilyen erős, mint ma. Annak ellenére, hogy sok a számarányába csökkent, de azt tudjuk elmondani, hogy mind az egyházak, mind a civil szervezetek és mind a politikai érdekképviselet igen erős, folyamatosan fejlődik, és elmondhatjuk, hogy egy igazi kulturális, közösségi élet van, főleg a nagyvárosokban, jó jel mutat a közepes településekre. A politikus azt is elmondta, hogy a 100-nál kevesebb magyar lakossal rendelkező kis településeknek is sok figyelmet szentelnek, hogy mindenkivel éreztessék, ha kevesen is vannak, jó magyarnak lenni Máramarosban. Társadalomkutatók tanácsára két statisztikai adattal dolgoznak párhuzamosan, hiszen a hivatalos adatok nem feltétlenül a valós tényállást tükrözik. Az eltérések a népszámlálás módszertani hibáiból fakadhatnak, például abból, hogy az online kitöltött kérdőíveket a nemzetiség megadása nélkül is be lehetett küldeni. Ha kisebb létszámmal is, de erőteljesebben kell jelen lenni a romániai közéletben, társadalomban, üzeni. Összesen 2 milliárd lejsorsáról dönthetnek a vállalkozások. Ha élnek a szponzortörvény nyújtotta lehetőséggel, az összeg a civil szférához kerülhet. Ha nem végzik el az átirányítást, a pénz az államnál marad adóformájában. A rendszer tavaly óta működik, már csak használni kell.
Érvénybe lépett tavaly a szponzortörvény. Kezdeményezője Miklós Zoltán parlamenti képviselő emlékeztet, a jogszabály nyomán a jogi személyek is átirányíthatják előző évben adóként befizetett fel nem használt szponzoralapjukat a civil szférának, egyesületek, alapítványok, egyházak tevékenységének támogatására. Az átirányítási ívek a segisdaheid.ro oldalon is megtalálhatók. A nyomtatványok kitöltése révén nem hagyják veszni azt az országos szinten mintegy 2 milliárd lejt kitevő összeget, amely eddig évről évre adóformájában az államnál maradt, holott az összeg kis odafigyeléssel egyesületek, alapítványok számlájára kerülhet, amelyekből a szervezetek fontos helyi közösségi projekteket tudnának megvalósítani, hangsúlyozza Miklós Zoltán. Ez a rendszer most már elindult, évről évre alkalmazható lesz. Minden évben fog nyílni egy kapu valamikor júniustól decemberig, hiszen a jogszabály azt mondja, hogy az utolsó adónyilatkozat iktatása után nyílik egy fél éves lehetőség ezt az átirányítást alkalmazni, és ehhez 2022-ben június 25 és december 25-e közötti periódus volt. Valószínűleg, hogy ehhez hasonló periódus lesz 2023-ban is. Tavaly Háromszéken kampányt indítottak a kezdeményezés népszerűsítésére, illetve létrehozták a segitsdaheid.ro internetes oldalt. Ugyanakkor a helyi vállalkozók, illetve a civil szervezetek képviselői mellett a könyvelők testületével is egyeztettek. Utóbbiak lehetnek ugyanis a folyamat kulcs szereplői. Ők látják a cégek könyvelésében, hogy mekkora az az összeg, amelyet nem használtak fel, és amely adóformájában befizetődött. A könyvelők segítségével lehet feltölteni az átirányítási éveket is az adóhatóság rendszerébe. Miklós Zoltán szerint a kezdeményezés helyi fogadtatása kedvező volt. A képviselő elmondta, a szponzortörvény hatékonysága, az, hogy mekkora összeg kerül az államtól a helyi egyesületek számláira, a hivatalos pénzügyminisztériumi adatok közlését követően lesz majd látható. A szaktárca egyelőre nem közölte a tavaly átirányított összegekre vonatkozó adatokat. Bár a tavainál nagyobbak lesznek a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat bevételei, ugyanakkor megnőttek a kiadások is, ami elsősorban az idei évre beütemezett fejlesztésekben lesz érezhető. 60 millió lejjel emelkedett Sepsiszentgyörgy 2023-as költségvetése a tavalyi évhez képest. Idén 225 millió lejből gazdálkodhat a város. Leginkább a beruházásokon lesz a hangsúly, ezek nagy részét Európai Uniós forrásokból fedezik. Hangsúlyos része az idei év költségvetésének a mobilitási terv. Az elmúlt évek előkészítő munkájának eredményeképpen idén végre megvalósul 12 elektromos busz beüzemeltetése, 5 nagyobb útszakasz felújításának befejezése, egy kerékpár kölcsönző rendszer üzembe helyezése és új kerékpár utak építése. Bár a tavainál nagyobb költségvetésből idén hangsúlyosabban költenek városfejlesztésre, de a rendezvények támogatásából visszavesznek. Kultúra téren azt láthatjuk, hogy inkább az infrastruktúra javítás, illetve az egyes kulturális intézmények felépítésének a javítására került most a nagyobb hangsúly a költségvetésben, így rendezvényekre bizonyos mértékben kisebb az a költségvetés, ami jut, viszont ettől függetlenül az idei évben is nagyon változatos és nagyon tág a rendezvénypaletta Sepsiszentgyörgyön. Az önkormányzat által szervezett programok számát még növelik is, de idén inkább arra koncentrálnak, hogy helyi erőket és helyi előadókat, szereplőket vonjanak be a rendezvényekbe. Ami a városi infrastruktúrát illeti, mivel a közszolgáltatások önkormányzati tulajdonban vannak, nem fenyegeti a lakókat olyan probléma, mint ami számos nagyvárosban előfordult, hogy nem viszik el a szemetet, vagy nincs víz. Emellett az iskolák és óvodák, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények és a közszolgáltatásokra szánt működési költségek is biztosítottak. A 2023-as költségvetésből többek között a közvilágítás korszerűsítésére, tömbházszigetelésre és sportpályák építésére is jut majd keret. Attól tartottak a pedagógusok és a tanügyi szakszervezetek, hogy késni fog a bérek kifizetése, mivel csak tegnap késő este érkezett meg a munkabérek kiszámolására jóváhagyott EduSzál szoftvercsomag. A törvény szerint a tanügyi alkalmazottak február 14-én kapnak fizetést.
Tüntetésre, sztrájkra készültek a tanügyi szakszervezetek, mert tegnap késő estig nem küldték ki az oktatási intézményeknek a tanügyi dolgozók fizetésének kiszámolására szolgáló EduSelf frissítő szoftvercsomagot. A késlekedés miatt a pedagógusok attól tartottak, hogy nem kapják meg időben a bérüket. Minket nem érdekel, hogy az oktatási minisztérium tárgyalásokat folytat a programot készítő céggel a szerződés meghosszabbításáról. Minket csak az érdekel, hogy a rendszerben dolgozók időben megkapják a fizetésüket, fogalmaztak a szakszervezet képviselői. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy minden esély megvan rá, hogy a pedagógusok a 14-ig, tehát keddig megkapják a fizetésüket. Tehát a hitelnyitás megtörtént, a pénz az iskolák számlájára érkezett, úgyhogy az iskoláknak is nyilván megvan a maguk dolga a programon belül, és én úgy látom, hogy ez keddig a határidőig minden pedagógus megkaphatja, vagy minden iskolai alkalmazott megkaphatja a bért. Az iskolák végül a szokásosnál később szerda este 11 óra körül kapták meg az EduSelf csomagokat, csütörtök reggel pedig megbeszélést tartottak a tanfelügyelőségi vezetők és a könyvelési osztályok vezetői. Nem ez az első alkalom azonban, hogy problémák vannak a rendszerrel. A szakszervezetek azt is sérelmezik, hogy ilyenkor a bérek kifizetésével foglalkozó alkalmazottaknak rendszerint túlórázniuk kell, noha a plusz munkát nem fizetik. De mindenképpen, ha a fizetések kiadásának határideje egy bizonyos dátum, akkor azt az EduSelft olyankor kéne elküldeni az iskolákhoz, hogy a titkárnőnek legyen ideje, és időben vegye észre, hogyha valóban valami probléma van. Mert volt olyan, hogy egy nap alatt háromszor módosult, mert észrevették, hogy valami hiba van benne, és akkor fölfele közölték, hogy egyszer a tanfelügyelőségnek, s aztán az a minisztériumnak, s az az EduSelf készítőinek, és délre megváltoztatták. A szakszervezeti elnök szerint több pedagógus is kijelentette már, hogyha 14-ig nem kapja meg a fizetését, nem fog órát tartani. Szerinte meg is lehet érteni őket, a jelenlegi gazdasági helyzet mellett megengedhetetlen, hogy késsenek a bérek. Múlt héten a szakszervezetek béremelésért tüntettek Bukarestben. Azt sérelmezték, hogy az iskolai kisegítő személyzet alapbére idén sem érte el a közalkalmazotti bértörvényben tavalyra előirányzott bérszintet, és még mindig nem haladja meg az 1800-2300 lejt, ami az évi 16%-ot meghaladó infláció közepette tovább növelte az elszegényedésük mértékét. 2022. november végén vált elérhetővé a mesterséges intelligenciával megtámogatott ChatGPT beszélgetőprogram, amelyel társalogni lehet az élet nagy kérdéseiről. Szakértőt kérdeztünk arról, hogy ez meddig fejlődhet. Egyre rohamosabb ütemben fejlődik a mesterséges intelligencia. Már nem csak beszélgethetünk a chatbottal, az OpenAI ugyanis kifejlesztett egy mesterséges intelligenciával ellátott, bárki számára elérhető felületet. A ChatGPT amellett, hogy felhasználói kérdésekre képes valósághű és intelligensnek ható válaszokat adni, tud beszélgetni az élet nagy kérdéseiről, képes irodalmi eszét, verset, receptet írni, programozni, házi feladatot megoldani, fordítani és még rengeteg egyebet. De meddig fejlődhet ez a mesterséges intelligencia? A fejlesztő cég már bejelentette, hogy nagyobb nyelvi modelleken dolgoznak, ami azt jelenti, hogy egyre pontosabb és helyesebb válaszokra számíthatunk. Kocsis előtt szoftverfejlesztő szerint ez akár a mindennapi életünkbe is beépülhet. Ugyanakkor nem gondolja úgy, hogy helyettesítheti az embert a munkájában. Lényegében nem fogja átvenni a munkahelyünket, nem fog helyettesíteni, mert így is, úgy is ugye van az az emberi faktor, ami ugye ott van mindegyikünk, mindannyiunk munkájában, és annak ellenére, hogy ezek a modellek majd lehet hosszú távon képesek elérni egy olyan szintre, ahol ezt nagyon jól tudják imitálni, és nagyon jól megközelítik ugye ennek az érzésnek az átadását, mégsem lesz az az igazi, ugye az, amit egy ember képes átadni. Számos munkahelynek viszont nagyon jó kiegészítő eszköze lehet, hiszen képes jó megoldásokat kínálni különböző problémákra, tette hozzá. A modellt az internetről származó szöveges adatbázis gyűjtemény segítségével képezték ki. A szakértő szerint azonban nem a terjedelmes internetes adatbázisra hagyatkozik, amikor a feltett kérdésekre választ ad, mert már a megtanult és belső rendszerből képes felidézni azokat a szavakat, amiket
megjelenít. A ChatGPT egyik hátránya, hogy például képes olyan szoftverek fejlesztésére is kódot generálni, amelyek kárt okoznak bizonyos rendszerekben. Olyan esetre is fény derült, hogy az egyik felhasználót megtanította, hogy miként csempészen kokaint Európába. Az is ártalmas lehet hosszú távon, ha a diákok ezt próbálják meg felhasználni a házi feladataik, dolgozataik megírására. Ez pillanatnyilag azonban, tekintve a rengeteg téves információt, amellyel egyelőre szolgálni szokott, egyáltalán nem ajánlott. Önkéntes tűzoltó alakulat jött létre, immár hivatalosan is Hargitafürdőn. A megalakulással egy időben Csíkszereda város vezetése bejelentette. Multifunkcionális tűzoltó szertárt hoznak létre a sípályáiról híres településen. Néhány alapfelszereléssel is megajándékozta a Hargitafürdőn korábban létrejött és már bevetésen is részt vett csapatot a csíkszeredai városvezetés. Sajtótájékoztató keretében hivatalos szerződéseiket is megkapták az önkéntes tűzoltók. Ez alapján 5 évig a város vállal értük felelősséget egy esetleges bevetés során bekövetkezett balesetért. A fiatal csapat tagjai a tűzoltás alapvető szabályait is megismerték egy képzés során. Mit jelent az, hogy tűzoltás, mi az, hogy felszerelés, tűzoltó felszerelés, tehát az alap készségeket el kell sajátítsák ahhoz, hogy ne veszélyeztessék önmagukat egy tűz esetén. Mert ugye tudjuk, amikor probléma van, akkor mindenki fejveszetten szaladgál, kapunk fűzfához, ők kell legyenek azok, akik lelkileg is felkészülnek erre, és tudják, hogy kell segíteni. Következik maga a munkálatoknak a kilicitálása. Az önkéntes tűzoltóknak székháza is lesz a közeljövőben, jelentették be a sajtótájékoztatón. Az önkéntes tűzoltó csapatnak és a tűzoltóautónak egy meleg helységek és garázs, de egyben családorvosi rendelő, esetlegesen gyógyszertár, hogyha lesz igény hozzá, és a Hargitafürdőn nagyon fontos közvészelrendszer, tehát egy közösségi központ is lesz, ami nem csak a tűzoltókat segíti, hanem a Hargitafürdői közösséget. A tervek szerint az építkezést még ebben az évben elkezdik. A minőségi borkészítés fortéjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Erdélyi Magyar Borászok Egyesület által szervezett őszig tartó összetett borászati képzésen. A kurzus első részét a Kárpát-medence egyik legrégebbi ménesi borvidékén szervezték. A Magyarországi Agrárminisztérium által működtetett Samsz Ferenc terv kereteiben az Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete borászati és szőlészeti továbbképzés szervezett Arad-hegy alján, a Ménesi borvidéken. A kétnapos találkozón 41 borász vett részt a Párciumból, Érmellékről és Erdély több szőlészetéből. Nagy szükség van arra, hogy a tapasztalatainkból, vagy a mindennapi újdonságainkat megosszuk ezekkel az emberekkel, hiszen az az egész folyamat azt kell elérje, hogy a végén minden egyes fiatal gazda, szőlész vagy borász olyan minőségű borokat készítsen, állítson elő, ugye, amelyel felzárkózhatunk az európai és a világ bármilyen szintű, bármilyen minőségű borai mellé. A továbbképzés időtartama több hónapot és több helyszínt foglal magában. Az első tanfolyamon a résztvevők betekintést nyerhettek a pezsgőkészítés folyamatába, többek között a szőlő meccése, a zöld munkálatok és a növényvédelem területén is képezhetik magukat. A képzés végeztével a tanfolyamon résztvevők az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oklevelében részesülnek. Az elmúlt két napban a vörösborkészítés és a pezsgőkészítés csinyát-bínyát lesettük el, és az egész borkészítési folyamaton végigmentünk, egész a szőlészettől a kész palackos tételig. Ugyanakkor a Balla Géza pezsgőpincészetben is megnézhettük, hogy történik a degorzsálás, és szerintem egy nagyon jó átfogó képet adott mind a két típusú bornak a készítéséről. A 2022-ben indult Samsz Ferenc terv a Kárpát-medence magyar borászati kultúrájának fejlesztését és esetenkénti újraélesztését szolgálja. Ebben a formában is támogatni kívánja a történelmi borvidékek fejlődését és a határon túli magyar borásztársadalom szülőföldön való boldogulását. Új edző a sportklubnál, sporttal folytatjuk.
A kanadai Jeff Paul a csíkszeredai sportklub jégkorong csapatának új vezetőedzője, aki a szintén kanadai Tom Coolant váltja a tisztségben. A hírt a klub a Facebook oldalán közölte. A csíkszeredai sportklub jégkorong csapata 6. helyen zárta a jégkorong Erste Liga alapszakaszát, rövid szünet után pedig hamarosan belevágnak a 18-án kezdődő rájátszásba. A román bajnokságban ugyanakkor csak a 7. helyen áll, mindkét eredmény lényegesen elmarad a szurkolók elvárásaitól. Az elmúlt időszakban többször is változott a vezetőedző a csíkszeredai csapat élén, míg a szezon elején Hozó Levente és Tódor Krisztián vezették a kék-fehéreket, november végétől január közepéig a kanadai Tom Coolant lett a vezetőedző. Coolant távozása után újra a Hozó Tódor páros vette át a székelyföldiek vezetését. A sportklub Facebook oldalán jelentette be, hogy február 8-ától Jeff Paul lesz a csapat új vezetőedzője. A 44 éves kanadai Jeff Paul játékosként az AHL-ben játszott, majd 2006 és 2009 között a német élvonalban a Füchse Duisburg, illetve az olasz Fassa játékosa volt. Korábban Londonban volt edző, majd a 2021-22-es szezonban Csehországban tevékenykedett. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!